A délelőtt 10 órakor kezdődő egésznapos közgyűlésen a szövetség a 11 tagú elnökségébe egy új tagot választott dr. László Eszter személyében, továbbá a jelenlegi elnök Illés Tibor posztjára májusban terveznek új személyt megválasztani. Mai nap közgyűlés volt a Bukovány Székelyek Országos Szövetségénél, illetve még tulajdonképpen folyik, és hát általában a közgyűlések ugye nálunk januárban szoktak lenni, de mivel hogy ugye januárban Erdélyben voltunk, Madőfalván, így egy kicsit eltolódott, és most arra került sor, hogy ezt pótoljuk. Tulajdonképpen szokványos mind általában a közgyűlések, tehát egyfajta tájékoztatás az elmúlt év programjairól, pénzügyi rész vagy gazdasági évnek az összefoglalása. Az utánpótlásra szeretne a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a fiatalok bevonása nagyon fontos. Néprajzi tábor, ahol egy picit hozzá tudnak nyúlni, meg tudják tapintani. Itt is viszont átgondoltan, ugye, hiszen ugye az idei évben szeretnénk mindenképpen egy táncos továbbképzést is, tehát ez fontos számunkra, hogy vezetők is olyanok legyenek, illetve hát a vezető képzés. Az idei évre tervezett gazdag programkínálatból néhányat kiemelve, március 30-án kókonya szentelés, vagyis a nagyszombati ételszentelés lesz a kismányoki székelyportán. Április 13-án Sebestyén Ádám országos mesemondó verseny Székely-Szabaron, április 20-án Szekszárdon borverseny, és augusztus első hétvégén rendezik a bukovinai találkozásokat a Magyarságháza, Bonyhádváros és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének közös szervezésében.